Megvan a madár ágyán. Fogják a madarat, és a másik odúháló le van takarva. Oké. A szalakóta az egy galamb méretű, annál valamivel karcsúbb színes madár. Nagyon élénk kék színezetű és ilyen lilás árnyalatok is vannak a tollazatában, a háta pedig barna. Egy olyan fajról beszélünk, amelynek állománya az elmúlt 15-20 évben jelentősen lecsökkent Európa szerte, veszélyeztetett fajnak számít, és olyan veszélyeztető tényezőkkel áll szembe sajnos, amik ebben a térségben még nincsenek, vagy csak részben vannak megoldva. A projektterület az az ország nyugati részén levő síkság, a Partium. Ez magában ölel 4 megyét, Temes, Arad, Bihar és Szatmár megye síkságát. Többek közt egy olyan felmérést is végzünk a projektbe, ami a szalakóta élőhelyének a minőségét célozza. Mivel a szalakóta egy másodlagos odúfoglaló faj, ami azt jelenti, hogy saját magának nem készít odút, tehát vagy természetes vájatokban, vagy más madarak által készített odúkban fészkel. Tehát készítettünk egy felmérést, amiben megnéztük, hogy a szalakóta élőhelyén, majd a munkaterületünkön, milyen állománya van a fekete harkának és a zöld küllőnek, illetve az általuk készített odúk mennyivel fednek át a szalakóta élőhelyével. Elsősorban a szalakóta védelme az egy nagyon sokrétű probléma, tehát mi ebben a projektben megpróbálunk minden problémát megközelíteni, illetve amennyiben lehetséges megoldani. 133 gram. Az a lényeg, hogy ne feszüljön. Ha kifeszíted a szárnyát, akkor ráfeszül a véna teljesen így a csontra. Egy egész? Oda. Jó. Kevés madarat fogunk csinálni. Igen, és mi van még? Igen, színes zsűri. Hát szerintem nem olyan fontos. Kettő. Az biztos, hogy itt a nyugati alföldön az állomány az erőteljesen csökken, nagyon sok helyről eltűnt. A szalakóta a fáslegelők, árterek lakója, vagy legalábbis az volt. Sajnos most már helyenként kiszorult a mezőgazdaságba, mert a mezőgazdaság elég nagy teret hódított az elmúlt 2 évtizedben. Ez a szalakóta élőhelyvesztésével járt, hiszen a gyepeket beszántották, az öreg fákat, odvasodó fákat kivágták a területről, a madarak rákényszerültek, hogy a mezőgazdaságba, betonoszlopokba, meg más helyeken próbálkozzanak a költése, ami rövid távon lehető megoldás, de hosszú távon egy életképes populáció fenntartásához ez nem elégséges. Van egy néhány odú, ami már a LIFE projekt, a szalakóta védelme a Kárpát-medencében projekt előtt kilettek helyezve. Hát ez pár tízes nagyságrendű, amiből sajnos mára már elég sok tönkrement. Viszont a projekt keretében több mint 800 odú fog kikerülni,
és ezek közül már több mint 400 kint van, és költési lehetőséget biztosít a szalakóták számára. Sajnos a Kárpát-medencén kívüli populációról, a moldvai, illetve a havasalföldi populációról elég keveset tudunk. Mivel a szalakóta a legelőkhöz, tehát gyepekhez kötődő madár, a gyepeken legelőkön működő emberek, az állattartók, azok jobban ismerik, ráadásul egy nagyon szép színpompás kékszínű madár, tehát nem kerüli el az ember figyelmét, ők jobban ismerik a szalakótát, és valahogy pozitívabban is állnak hozzá a segítségükhöz. Az intenzívebb mezőgazdasági területeken ott több problémánk van, ott kevésbé ismerik az emberek, ugye beül a traktorba, kimegy, dolgozik a mezőn, és nem néz szét, hogy ő most milyen madarakat lát. És itt történtek meg olyan esetek, hogy oszlopokra kihelyezett odukat levertek, de biztos, hogy amiatt, hogy nem tudták, hogy miről van szó. Tehát ez is egy probléma a pályázatban, amit kezelnünk kell, hogy a helyi lakossággal tudassuk, hogy miért is vannak ezek az oduk, hogy nem rosszat akarunk. Ráadásul a mezőgazdaságnak hasznos madár a szalakóta, az úgynevezett kártevőket is ritkítja. Itt a kútnál kaptuk meg. Már 6 tojás lerakott ez a kicsi madár. Amúgy soványocska, ugye? Nagyon. Alumínium gyűrű bal lábra, alája a zöld. Jobbra színes gyűrű, az egyessel felfele? Jobbra színes gyűrű, az egyessel felfele. A vonuláskutatásban is bekacsint a program, hiszen geolokátorok és szatellitadók segítségével próbáljuk meg a szalakóták vonulási útját kideríteni. Magyarországi partnereink ezt már elkezdték, mi az idén kezdtük el a geolokátorok felszerelését, és az elmúlt 2 napban sikerült is elég sok számú geolokátort felhelyezni. Következik, hogy szatellitjeladós adókat is szereljünk a madarakra a nyár folyamán. Ugye ez egy 5 g-os jeladó lesz a végén hámmal együtt, akkor azért egy olyan 100-150 g lenne az ideális, de azért azt elég ritkán fogják ezek a madarak most megütni, ugye itt a költés elején, stb. Úgyhogy nem azt mondom, hogy muszáj 150 fölött legyen, mert fontosabb az általános, hogy mondjam, hogy általánosan, hogy egy jó minőségű madárnak gondol a populáció, mint 150 g legyen, de az azért úgy nem annyira ártana. 3 egyedi jelölőt raktunk a madarakra. Az egyik az a színes gyűrű kombináció, erről mi tudjuk, hogy melyik madár melyik egész pontosan. Ezeket messziről, akár spektivel, nagy nagyítású távcsővel leolvashatóan. Ezen kívül raktunk rájuk geolokátort, ezek miniatűr, néhány grammos fényérzékelésére alkalmas kis eszközök, amelyekből kiszámítható az, hogy ahol éppen a madár tartózkodik, ott milyen hosszúak a nappalok. És erről egy nagyjából 100x100 kilométeres négyzetbe el tudjuk helyezni ezeket a madarakat, a világ bármelyik pontjára mentek, de ehhez vissza kell fogjuk a madarakat. Úgyhogy ez azért nyilvánvalóan nem egy könnyű feladat, hogy itt a költési időszakban az ember júniusban felrakja ezeket a jelölőket, majd el kell ennek a madárnak vonulnia Afrikába, Afrika déli részére ráadásul, és hogy oda-vissza legalább 20 000 kilométeres vándorút után újra meg kell fogjuk ezt a madarat, leszereljük róla ezt a fényérzékelő eszközt, a geolokátort, és utána egy adatelemzés során derül ki az, hogy merre felé vonul. Ezért van szükség a 3. típusú jelölője, ami ugye az összes közül valójában a legdrágább és a legkülönlegesebb. Ez egy 4,5 grammos műhold rendszeren keresztül adójeladó, amivel lokalizálhatjuk a Föld bármelyik pontján van ez a madár. Ez egy ilyen hátizsákban kerül a hátára, és erről akár naponta több pozíciót is tudunk nyerni, egész pontos pozíciókat arról, hogy merre vándorolt az életciklusában. Szerintem igen.
Tada. Da, no, ilyen pusztít, köszönöm tebe. A vonulási utak megismerése nagyon fontos, hiszen a szalakóta kevesebb, mint fél évet tölt hazánk területén, így az élete nagy részét országunkon kívül tölti, ahol rengeteg veszély fenyegetheti. Emiatt a vonulási utak, az ezeken leselkedő veszély, illetve a telelő területek megismerése nagyon nagy fontossággal bír, hiszen a fajt az egész vonulási útján, illetve a telelő területen ugyanúgy meg kéne próbálni védeni, ahhoz, hogy hosszú távon a fajt meg tudjuk őrizni. Én ennél azért többet szoktam szólászni. Nézd meg a lúra, fog meg az egész. Kicsit esetleg ezt is hagyd bemozogni, mint a tegnap. Hagyjuk kicsit bemozogni. Bocs, nem azt szoktam meg. Most akarjátok elengedni? Igen. A Magyar Madártani Egyesület már jelölt a korábbi években szalakótákat ilyen műholdas jeladóval. Azok a madarakról annyit tudtunk, hogy meglepően gyorsan megteszik az őszi vonulás során az első szakaszt. Elindulnak a Kárpát-medencéből augusztus utolsó hetébe, és akár volt olyan madár, amelyik egyetlen hosszú repüléssel rögtön lerepült a Száhel-övezetbe. Tehát Csádba egyszer csak egy ilyen 5-6 napos repüléssel Csád északi részén landolt. Ez olyankor Csád ott a, hogy is mondjam, a kánaán időszaka, mert akkor éppen a nyári, késő tavaszi nyári esők után zöldel ez az északi Száhel régió, tehát akkor éppen nem a nagyon sivatagos állapotában van a szárazság után, hanem akkor tele van élettel és rovarokkal. Ott el is töltenek ezek a madarak egy hosszabb időszakot, és valamikor az ősz utolsó felében, vagy a tél első hónapjában átszelik egyenesen a trópusi esőerdőt, a Kongó-medencét, és elvonulnak Namíbia, Botswana, Zimbabwe területén található, a Kalahári-medencében található telelő területükre. Benne van. Egy nem elhanyagolható veszélyeztető tényező még a záramütés is, hiszen a középfeszültségű vezetékek nem csak a szalakótát, hanem rengeteg más ragadozó madárfajt, és nem csak ütnek le. Állíts meg! Hallom a szalakótát. Láttam szalakótát. Igen, ott azt a fát bitorolja, azt meg akarom még egyszer majd. És mivel a középfeszültségű vezetékek elég sok madarat ölnek meg, emiatt a pályázat keretében tervben van több mint 1000 oszlop leszigetelés, és ezeket nagyjából már beazonosítottuk a legveszélyeztetettebb helyeken, illetve a szalakótának megfelelő lehető legjobb élő helyeken. A természetes élőhelyét a szalakótának, a természetes potenciált, hogyha nem csinálnánk semmit, nem helyeznénk ki műadókat, akkor a szalakóta hol élne? Ennek a felmérésnek ez a célja. Illetve a másik célja az, hogy meglássuk, hogy hosszú távon hogy tudjuk ódufüggetlenné tenni a madarat. Tehát van egy másik tevékenységünk, ami ezzel a halkárfelméréssel függ össze, ahol megnézzük, hogy hol vannak még olyan helyek, ahol teljes mértékben hiányzanak a fák, és ott faültetést is fogunk készíteni, ami remélhetőleg hosszú távon megoldja. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy a szalakóta műoduban tengesse életét az elkövetkező évtizedekben, évszázadokban, hanem olyan élőhelyeket létesítsünk, ahol a szalakóta saját magától megmarad. Reméljük, hogy amíg a pályázat lezárul, az egész területen mindenki már ismerni fogja ezt a madarat, és segíteni fogja. A bütyköst meghívjuk. Úgy. A Románia nyugati részére vonatkozó állománybecslések nem történtek. Az általunk ismert jelenlegi állomány 120-150 pára tehető. Enyhe fluktuációt mutat, a bizonyos években kevesebb, bizonyos években nagyobb számú madár jelenik meg a területen. Igen, de mondom, attól
tartok, hogy ez kor, mert benne vannak még barnák. Én azt gondolom, hogy az állatok megérdemlik azt, hogy együtt éljenek velünk a Földön, és ne pusztuljanak ki fajok, különösen, ha ez olyan szép madár, mint a szalakóta.